Nem is kezdődhetne jobban ez a sorozat, mint a meccsek meccsével a női bajnokságból. Ez pedig nem más, mint a Győr a Ferencváros otthonába. A szokásos frenetikus hangulatban teltház előtt indult az Eto ferencvárosi vendégjátéka, és egy Zácsik góllal rögtön az első percben. 2-0-ra is vezettek a hazaiak, amikor Amorim szépített. Majd nem sokkal később Kovacsics egyenlített. Aztán 3-3-ra módosult az állás, végül a 10. percben megint a Fradi vezetett, és sokat elárul a meccs képéről, hogy Ambros Márti már a 12. minutumban kikérte első idejét. Ettől függetlenül a hazaiak tovább növelték előnyüket, még úgy is, hogy Lunde 7-est fogott. Egészen 8-3-ig meg sem állt Elek Gábor együttese, vagyis Tomori büntetőjével 5 góllal vezetett a vendéglátó. A különbség az első félidő hajrájáig meg is maradt, és sokan ekkor már sejtették, hogy érik a meglepetés. Márti mester kikérte második idejét is, ami annyira volt elég, hogy a különbség előbb nőtt, majd visszaállt 5 találatra. Végül 12-7-nél lett vége az első játékrésznek, vagyis szokatlanul kevés gólt termelt az Eto támadásban. Az első győri hetes, Bulatovics, Abramovics! A második játékrész Bulatovics kihagyott hetesével kezdődött. Ennek ellenére az Eto szépen lassan elkezdte a felzárkózást. A 41. percben 3 lett közte, így Elek Gábor kért időt. Ezután a 3 gólos különbség sokáig tartotta magát, aztán Hornyák Dóra 2-re csökkentette a különbséget. Az utolsó 10 percre fordulva újra növelni tudták előnyüket a hazaiak, akik az egész meccsen kőkeményen védekeztek, jól látszott, hogy nagyon akar a Fradi. A 29. minutumban egy Bulatovics löke összjátékot követően mégiscsak 2 gólos volt az Eto hátránya, ám ennél közelebb már nem sikerült férkőzni az FTC-hez. Végül meglepetésre 20-17-re győzött Elek Gábor együttese. Az Eto 2009. február 1-e után szenvedett újra vereséget kis hazánkban, akkor szintén a Fradi nyert a győriek ellen 35-34-re. Ha már történelem, utoljára 17 éve az 1996-97-es bajnokságban rajtott vereséggel az Eto, akkor a Vasasnál kaptak ki 25-19-re. Tragédia persze nem történt a vereséggel, minden sorozat megszakad egyszer. Csupán annyi történt, hogy valamivel izgalmasabb lesz a bajnokság, és a mieink az eddigi évektől eltérően nem 5 vagy 9 ponttal nyerik az alapszakaszt, hanem valamivel kevesebbel.